Az elmúlt időszakban több szakrális emléket is felújítottak és adtak vissza a közösségnek. 2019-ben az Ószegedi utcán a Vörös keresztet, szeptemberben pedig a Rákosi úti keresztet áldották meg. A közelmúltban pedig Magyarország kormányának támogatásával az eukarisztikus kongresszus évében sikerült az erdélyi Püspök utca emlékművét felújítatni, melyet Pap Ferenc és Pallagi Mária állítatott 1865-ben. Szikszai Zsuzsanna, József Attila Városi Múzeum igazgatója elmondta, a keresztény kultúrkörben a keresztnek különös jelentősége van hívő és nem hívő ember számára egyaránt. A feszület támpontot jelent szellemi értelemben és gyakran földrajzi értelemben is. A korszakokon és népeken átívelő kereszt szimbóluma egyidős az emberrel. Az útmenti feszületek a nép életében jelentős szerepet játszottak. Ezt mutatják a hozzá fűződő szokások is. Megismerésük, megbecsülésük, megőrzésük és ápolásuk a helyben lakók és idegenek, az ott élők és az arra járók, vagyis minden ország lakó közös érdeke. A kereszt a szenvedés jelképe. Kilépett a templomból, a szent helyről, és a mindennapi élet, a munka, a szokásvilág tárgyi emlékévé lett. Az átadott kereszt a városban élő közösségek együttműködésének köszönhetően korszerűsödhetett. Az egyik fő támogatója volt a makói román nemzetiségi önkormányzat. Birta Júlia Mihaela köszöntő beszédében kiemelte, az idén már 3 nyertes pályázatot tudtak megvalósítani Makóváros önkormányzatának együttműködésében. Az elnök érzelmeit is megosztotta jelenlévőkkel. Nem könnyű elhagyni egy országot, és áttelepülni egy más országba. És olyankor azt hiszem, hogy a legtöbben önmagunkkal visszük az anyanyelvet, a hitünket, a családunkat, és lehet, hogy egy életi munkánkat egy pár táskába, és új életre kezdünk. A szakrális emlékművet Oltánu Florin Gyulai Esperes, valamint Bíró István görög katolikus parókus áldottak meg. Ezt követően az összegyűltek is lerótták tiszteletüket egy-egy mécsessel, majd a jelenlévők átsétáltak a görög katolikus temetőben található újraállított mindenki keresztjéhez, melyet dr. Janka Gábor makói származású kazincbarcikai parókus és Szügyi László fafaragó mester készített el új pompájában.